A hagyományokhoz híven a dudincei versenyen kezdte a szezont Helebrant Máté. Több ország, köztük a magyar és a szlovákiai városban tartotta nemzeti bajnokságát. A rangos, ázsiai és dél-amerikai gyaloglókat is felvonultató mezőnyben a nyíregyházi sportoló elsődleges feladata a célba érés volt, mivel szüksége volt még egy befejezett versenyre a világranglistára kerüléshez. A budapesti világbajnokság 2 óra 29 perces szintideje jelen állapotában irreálisnak tűnt Máté számára, aki a 2 óra 35 percet célozta meg. 23-24 kilométerig a tervek szerint alakult. Sikerült azt a tempót gyalogolnom, amit elterveztünk. 4 perc 20, 4 perc 25 másodperces kilométerenkénti tempót sikerült gyalogolni. Az élbaj az már rögtön az elején nagyon gyorsan kezdett. Én a második bolyjal mentem. Itt is egyébként hát gyalogló világsztárok voltak, mert mexikóiak, illetve kínai gyaloglók is voltak ebbe a bolyba, szóval elég nagy nevek. De sikerült velük elmennem 23 kilométerig. Sajnos az utolsó 12-10 kilométeren nagyon elfáradtam. Ott vesztettem több mint 4 percet, ahhoz képest, amit elterveztünk. De így is sikerült megnyernem a bajnoki címet, ami azért fontos, mert sok bónuszpontot ad, ami a világranglistához lesz szükséges. Viszont időben ettől jobbat szerettünk volna. Éreztem, hogy 2 hónap kimaradt a felkészülés elejéből, szóval ennyi még hiányzott. Lehet, hogy ez is kellett volna ahhoz, hogy az utolsó 10 kilométert jobban bírjam. Pokrovenszky József tanítványának az ellenfelek mellett a pályával és az időjárási körülményekkel is meg kellett küzdenie. Egy 1 kilométeres körön rendezték, 500 méter, 500 vissza, és mivel hatalmas szél volt, ez azt jelentette, hogy 500 méterig teljesen szembeszél volt. Mikor megfordultunk, akkor meg hátszél, de sajnos ez nem egyenlíti ki egymást, szóval a szembeszél az jóval nagyobb hátrányt jelent. Hát ezzel kellett megbírkoznunk 35 körön keresztül, illetve a kanyarok is elég kellemetlenek voltak, mert egy nagyon szűk utcán rendezték a versenyt, és nagyon szűkek voltak a kanyarok, ott teljesen le kellett lassulni nullára. És azért is volt még problémás ez a szűk pálya, mivel 71 induló volt, elég magas létszámban indultunk, és hát az elején, amikor még egyben van a mezőny, ezen a szűk visszafordító kanyarban tényleg teljesen nullára le kellett lassulni, és utána megint felgyorsulni. És ez így ment körökön keresztül, ami nagyon nagy energiát vesz igénybe. A 71 induló közül 27-en nem tudták befejezni a versenyt, a VB szintidőt pedig mindössze 3-an teljesítették. Az aktuális világranglistát szerdán este teszik közzé, akkor derül ki, hogy Máté ott van a legjobb 50 között. Az biztos, hogy a nyíregyházi gyalogló április végén rajthoz áll a békéscsabai 20 kilométeres országos bajnokságon. Amennyiben a világranglistás helyezése megnyugtató a VB részvételt illetően, akkor augusztusig már nem indul 35 kilométeren. Ellenkező esetben még szüksége lesz egy pontszerző versenyre.